Egy, kettő, három, Tisza! Köszönjük szépen, köszönöm a segítséget mindenkinek! Itt vagyunk Győrben, Magyar Péter országjárásának utolsó állomásán. A győri lakosokat Magyar Péterről, Borkairól és a botrányokról kérdeztük. Szerinted a politikai botrányok azok mennyire befolyásolják a választóknak a döntését? Hát az értelmesebbnek biztos, hogy változtatják, hogy befolyásolják, aki meg eddig nem tud gondolkodni, az ezután se fog. Attól is függ, hogy milyen mértékű. Tehát mondjuk tegyük fel Magyar Péternél, talán kimagyarázható, mint a Borkainál, ez egy értelmű dolog. Mit gondolsz Magyar Péter személyéről? Jó, jókat mond valamibe, egyet tudok érteni vele, de az én véleményem szerintem az, hogy még ez úgy kiforratlan számomra, de ez majd a parlamenti választásokra majd ez el fog dőlni szerintem. Nagyon-nagyon sok ember úgy gondolom, hogy benne látja meg azt, amit esetleg egyik ember vagy politikai pártban sem látott meg. Személyes véleményem az, hogy azért ez valamennyire kellett az országnak. Nekem ő az, aki talán reményt tud adni arra, hogy miért maradjak itthon. Magyar Pétert úgy ítélem meg, hogy eddig tök szép és jó, csak legyen is igaz. Nem tudom, hogy 10 év múlva ő milyen politikus lesz, tekintve, hogyha most megnézzük, hogy Orbán Viktor évtizedekkel ezelőtt miket mondott, akkor akár hasonló kaliberű embernek lehet tekinteni, és láthatjuk, hogy mi lett belőle. És Borkai botránya szerintem mennyire befolyásolja a helyi lakosokat? Néhányan mondták azt, hogy amíg Borkai volt itt, addig oké, hogy fideszes volt, meg ilyesmi, de legalább a város az valahogyan így épülgetett. Ugye voltak ezek a plakátok is, hogy odaállították a Gyurcsány mellé. Szerintem ez így úgy befolyásolja a választókat. Borkainak a botránya az egy ilyen a fideszes standardhoz képest elég vattacukor erejűre sikerült, hiszen megcsalni valakit azért mégsem egyelő a pedofíliával. És egy Győrben milyen eredményre számítotok? Van polgármester jelölt? Igen. Hát, szerintem a Dézsi fog maradni. Borkait szerintem még benne van az emberekben az a botránya. A többiek, ilyen Glázer tíme, azt szerintem ő nem. A Borkai idejében is ő indult. Glázer tíme nem fog szerintem nyerni. Hallottam olyat is, hogy mindegy, hogy mi lesz a választáson, akkor is a Dézsi nyer. Szerintem, hogy a Dézsi nyer, sajnos. A jelenlegi polgármester pedig nagyon szereti a flamingókat, és ennek a bizonyos dekorációjában van nyoma, ami nem biztos, hogy egy túlságosan jogállami megnyilvánulás. Csak annyit szeretnék üzenni Tóni, hogy nehogy a miniszterelnök úr vagy a elnök úr, hogy ti hívjátok, megóroljon rád, mert én ráfértem egy betű alá, miniszterelnök úr csak két betű alá. Egyszer igazat mondott Rogán Antal, hiszen melyik két betű alá került? Az E és a K. Tóni, ezt magyarul úgy mondjuk, hogy ég. Igen, miniszterelnök úr jelenleg az ég, magyar és magyar között. És ha ezt az éget kihúzzuk, egy teljesen más Magyarországon fogunk élni. Sikerült megszólaltatnunk Magyar Péter egyik legismertebb aktivistáját, Nagy Ervint is. Ennyi a kérdés, hogy miért éreztem jogosnak, hogy bálj Magyar Péter mögé? Mi motivált ebben az egészben? Az első interjúja és az, hogy tulajdonképpen 95%-ban azt mondja, amiért én 10 éven keresztül gondolkodtam, és vártam azt a politikai erőt, vártam azt a hiteles szemét, aki ezt tudja képviselni. Ő egyszer csak beérkezett a magyar politikai palettára, és azt éreztem, hogy minden erőmmel és minden olyan eszközzel, beleértve a hírnevemet is, nekem tolni kell alatta az autót, amennyire csak tudom, és hát tulajdonképpen az én autó van itt. Úgyhogy ezt szó szerint is kell érteni, meg átvitt értelemben is. Nem akartam, hogy az én országom abban a történelmi hibába essék, hogy megint itt van egy képességes, egyenes csávó, aki neki megy a hatalomnak, amivel nekem is rengeteg problémám volt az elmúlt 5 évben, és én megvárom, amíg majd hát, ha tud úszni, vagy nem tud úszni, hogy elsüllyed, vagy nem. Azt éreztem, hogy itt van a perc, ez egy történelmi pillanat, amit nekem meg kell segíteni, ezért. És hogy érzed, nem mi lesz kitartat a következő 2 évben? Hát, ha ránézek erre a térre, akkor mindenképpen azt gondolom. Szerintem az egy történelmi hibája
hibája volt a Fidesznek, hogy nem vette észre Magyar Péternek a tehetségét, és ez a tehetség, ezt hál' Istennek túlmutat azon a párton. Valószínű 30-40 évvel, amikor még a hatalom nem rontotta meg ezeket az embereket, akik most hatalmon vannak, amikor még nem ferdítette az emberségüket, amikor nem váltak cinikussá, valószínű valami hasonló demokraták voltak. El kellett jönni egy új generációnak, és azt gondolom, az egész országban el kell jönni egy vérfrissülésnek, és egy újra kell gombolni ezt a kabátot, és újra kell értelmeznünk a magyar demokráciát. A fiatalság az neki dolgozik, a kitartás neki dolgozik, valószínű azért, mert hazafér, és valószínű azért, mert nem fizetik, hanem viszi a szíve. És így vagyok ebben én is. Kreativitásból, fiatalságból és energiából mi nem fogunk elfogyni, és addig fogunk menni, amíg ez az ország meg nem változik. Nagyon nehéz lesz velünk, mert rettentő kitartóak vagyunk, mint egy erdei kopó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy simán kitart 2 évet, sőt, azt gondolom, hogy még sokkal messzebb is tekinthetünk, hogy energiában és igazságosságban a következő 10 évet fogjuk meghatározni, úgy gondolom. További hasonló tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára, támogassátok a Nyugatot és az a Nyugatot. Sziasztok!